A Dora híd köti össze a falu mellett fekvő, szigetnek nevezett területtel, amelyen 2000 holt termőföld található. A gazdák földjeikre menet és jövet a Dora hidat használják annak ellenére, hogy a híd teherbírása 3 tonna, egy utánfutóval és terményekkel megrakott traktor súlya pedig ennek többszöröse. Nem javításra szorult ez a híd, hanem bontásra. Ezt le kell bontani. A Dunai kiáratot nem bírjuk használni, mert a teriket nem bírjuk főhúzni. A part be van nyőve erdőve, nincs kilátás, én kihajtok, egy kamion elé vagy valami, az kész haláleset. Itt már a vasat is megette a rozsda. Ez már nem anyag. Ez előbb-utóbb itt valaki meg fog halni, be fog szakadni. A tábla az ott van lenn, innen van az előny, de hiába van előny, mikor nem lássuk be egymást. Én vakra gyűvök fő, ha most itt összetalálkozok, akkor amit Isten áll. A híd fája mára elkorhat, tartó pillérei megrepedeztek. Én ezen a hídon már 1966 óta átjárok, ezt valamikor lovaskocsiknak csinálták, nem a traktoroknak, úgyhogy ez nagyon bonyodalmas egy híd. Itt rengeteg vikendházak vannak, házak a csatorna túlsó felén. A tűzoltóautó se tud bejönni, Batina felé kell neki bejönni, ha valami kár van, vagyis tűz van. És a hídon a találkozás az körülbelül lehetetlen. Annyira keskeny a híd. Hát ha egy traktornak meg kell állni terüve, mert az már előfordult, akkor nagyon nagy komplikációk lehetnek, nem belátható a híd. Utakon esetek, hogy a traktor két kocsival visszacsúszott és legurult a mélybe. A bezdáni helyi közösségben már több éve hiába kérik az illetékesektől a híd felújítását. Bezdáni Dora híd körülbelül 200 éves, a helyi közösség több mint 10 éve minden évben kéri a híd karbantartását, illetve javítását, amire eddig még sajnos nem került sor, és nagyon rossz állapotban van, ami veszélyes úgy az emberekre, mint a mechanizációra és gépekre, akik itt járnak át. Ez a földműveseken kívül igénybe veszik még a korlátos vikendtelep tulajdonosai, van a bezdáni kajaklub gyerekei napi szinten járnak át ezen a hídon. Bezdánban remélik, hogy a hidat még azelőtt sikerül felújítani, illetve egy másik híddal kiváltani, mielőtt komolyabb tragédia történik.